Szívből szeretnék gratulálni a ma este díjazottjainak, akik kiemelkedő színvonalú, magas minőségi munkájukkal, elhivatottságukkal idén kiérdemelték a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetség elismerését, amely komoly rangot vívott ki magának az elmúlt másfél évtizedben. Gratulálok azoknak a megyénkben dolgozó vállalkozóknak is, akik felelősségteljes munkájuk mellett időt, pénzt és energiát áldoznak arra, hogy megyés szinten elismerést kaphassanak a szellemi élet, a művészet, a tudomány és a sport jeles képviselő. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte Süli János a Paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezését felelős miniszter, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei szervezetének 14. Prima díját adó gáláján megjelenteket. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központon Tolna megyei Prima díjat ebben az évben is hárman vehettek át. Magyar zeneművészet kategóriában a Szekszárdi Csurgó zenekar, a magyar képzőművészet kategória nyertese Bonyhádi Stekli Zsuzsa lett, aki Tűzzománcairól ismert, míg a magyar sport kategóriában a KSC Szekszárd kosárlabda csapat edzője Harsányi Mária vehette át az elismerést. A szavazatok alapján a közönségdíjat a Bonyhádi Krentlens néptánc együttes kapta. Az év megyei vállalkozója díjat négyen vehettek át, köztük Cuslág János, a Govensoft Informatik Aft. Tulajdonosa, valamint Horváth Sándor, a Horváth és Társai Autófényező Kft. Ügyvezetője. Egy kicsit meglepődtem, amikor telefonáltak, hogy felterjesztettek, és hát vártuk, hogy mi lesz az eredmény. Egy-két héttel később jelezték, hogy én is bekerültem a nyertesek közé. Hát nagyon-nagyon örülök neki, és jó volt azt érezni, hogy elismerik az ember munkáját, és hogy észreveszik. 10 évvel ezelőtt az erőműből, amikor eljöttem, akkor gondoltam úgy, hogy az informatika területén talán egy kicsit jobban ki tudom teljesíteni a napi dolgokba azt a tudást, amit addig szereztem. Gondoltam, hogy újabb területen kipróbálom magam, és ott valami olyat alkotni, ami mindenkinek jó, előremutató, jövőben mutató, és segít abban, hogy az ember a napi munkában megtalálja az örömét. Az informatika ugye nap mint nap változik, és ezt a változást kell úgy lekövetnünk, hogy mindig napra készek legyünk, és gazdaságilag is ez a változás, ez az átalakulás, ez úgy történjen, hogy hosszabb távon is rentábilis legyen, és hosszú távon biztosítsa a vállalkozásnak azt a célját, terveit, amit szeretnénk mondjuk egy 10 éves táblában megvalósítani. Ezzel a díj elnyerésével egy olyan elvárást támasztanak velem szembe, hogy tovább kell fejlődni, újabb utakat kell keresni, és be kell bizonyítani még inkább azt, hogy erre érdemes vagyok, és én azt gondolom, hogy nagyon sok terület van, ahol még kipróbálhatom magam, ahol újat alkothatok, úgyhogy nagyon örülök, hogy van egy, úgy mondom, dobbantó, ahonnan lehet folytatni tovább a pályát. Megtisztelő. Nagyon meglepődtem, 2 hónapja kerestek meg körülbelül ezzel. Ezúton köszönném a VOSZ-nak, hogy előterjesztettek erre a nemes díjra. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen sikereket érünk el. Dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, ezt valljuk. Gyakorlatilag én közel 30 éve ezzel foglalkozom, gyerekkorom óta, 27 éve fényezek ebbe a városba, mármint ugye Pakson. Több ezer autót lefényeztünk, és hát ennek kitartó munka. Rengeteg munkánk van, azt gondolom, hogy mindig megkeresnek különböző reklám dolgokkal, hogy itt hirdessek, ott hirdessek, de azt mondtam, nem kell, mert annyira tele van mindig az udvar egész egyszerűen, hogy alig győzzük. Dolgozzunk tovább, tehát igazából azt gondolom, hogy van egy fullos autófényező műhelyünk, ehhez értünk, nem tudunk mással foglalkozni egyelőre, nem is szeretnénk igazából. Nagyon csodálkoztam rajta, mert én úgy érzem, hogy is mondjam, tehát vannak nálam, vagy nem is tudom, tehát én elgondolkodható, hogy biztos én vagyok erre a leghomosabb, tehát köszönöm a megtiszteltetést, tehát régóta csinálom,
40 éve szakmában vagyok. Kimagasló talán a baj, a Varoda munkaerő a területén, tehát az ország úgy érzem az egyik legnagyobb cég a Bernet BT, tehát 270 emberre dolgozunk, 6 telephelyen, Pécs, Szigetvár, Paks, Győrként folytatottam a Páté. Tehát ez a fő profilunk. Mondom csak úgy számokat, hogy 1500 öltönt az naponta. Tehát durván ennyit, és ez 40 éve kezdtük, és folyamatosan fejlődünk. Így van, a hobbi része szürkem arra, tehát valamikor a négyüklős fogatot szerettem volna megcsinálni, tehát meg és sikerült is, és abból a négyüklős fogatból lett 1500 állat. Tehát ez a hobbi, de ez úgy hobbi, hogy szombat-vasárnap csak köztük vagyok. Tehát ez a kikapcsolódás. Másnak horgászat, nekem a szürke marák. Sokan megtalálnak, de a Vörösmártónak egy a lényeg, hogy a dolgozóim ingyen bévente horgásznak, aki jön, megtalál, szeretik, de ez nem üzletből van, ez Vörösmártón. Tehát az inkább csak ő is hobbi szinten van. Amit el szeretek kérni, egy a fontos, hogy 8-án dolgozom, mosolyogjon. Tehát az a 250 ember mosolyogjon, tehát fizetést tudjak mindig legalább ennyit, hogy többet adni, mint a konkurencia. Tehát az a fő. Tehát a Varonyot tegyük úgy helyre, hogy normális fizetést tudjunk adni. Tehát ez fontos. Tehát aki ott dolgozik, és neki köszönhetem az egészet, tehát aki ott dolgozik 8-10 órát a varogép mellett, az tisztességesen megfizetem. Ez a fő célom. Tavaly volt a 13. gála, féltünk is előtte egy kicsit, de úgy néz ki, hogy szerencsét hozott a vállalkozásoknak. Tehát eléggé egyértelmű az, hogy fejlődnek a vállalkozások, nőnek az árbevételek, egyre több a munka, ami talán hátráltatja a vállalkozásokat, és amit mindenki elmond, a munkaerőnek a hiánya. És ez sajnos azért rányomja a bélyegét a fejlődésre, hiszen nagyon nehéz úgy fejlődni, hogyha az ember közben nem talál ehhez a fejlesztéshez olyan munkaerőt, aki szakképzett, ért hozzá, akarja csinálni, stb. De hát majd megoldják ezt is a vállalkozók. A gazdaságban azért nem csak állami pénzek, hanem azért tényleg magánpénzek is megjelentek. Nagyon komoly beruházások indultak, hiszen ugye lakásépítések, soha nem épült ennyi lakás, mint ami most ugye elkezdődött az egész országban, de egyértelműen látszik, hogy ez Tolna megyében Pakson nagyon jelentős beruházásokat akarnak ugye végrehajtani lakásépítési fronton is, ami azért ugye nagyon sok kis és mikrovállalkozásnak adhat munkát, hiszen oda tényleg a helyi kis és középvállalkozók tudnak bemenni és dolgozni és építeni, hiszen ugye épül majd ugye a Paks 2, de hát oda ugye főleg a nagy cégek fognak ugye először bekerülni, nyilván nekik is szükségük lesz utána az alvállalkozókra, és hát ebben remélem nagyon sok Tolna megyének lesz szerencséje. Nagyon örülök, hogy ugye mindig megjelenhet itt Paks városa. Ugye a 14. alkalommal került sor ennek a díjnak az átadására, vagy ezeknek a díjaknak az átadására. Eddig minden évben azt gondolom, hogy Paks kimagasló szerepet kapott ezeken a díjkiosztókon. Most is így volt ez, hiszen olyan vállalkozókat díjaztak Paks városából, akik az elmúlt 20-25 évben, vagy több évtizeden keresztül nagyon sokat tettek le az asztalra, és nem csak Paks városát szolgálták ezzel a tevékenységükkel, hanem én azt gondolom, hogy az egész megyének a javára voltak. És hát ugye nyilván ezt is ismerte el a megyei BOSZ szövetség. Én azt gondolom, hogy meg kell becsülnünk ezeket a vállalkozókat Pakson is, és ugye Pakson is létezik egy ilyen ehhez hasonló díj, aminek a kiosztására majd decemberben kerül sor. Tehát én azt gondolom, hogy mind a három díjazott, igen, elismert tevékenységet folytat Pakson, nem is kell őket szerintem bemutatni, ugye, de azért én azt gondolom, hogy fontos, hogy a nevük elhangozzon az én számból. Ugye Fej József, Cuslag János és Horváth Sándor volt az idei díjazott, és hát így a televízión keresztül is szeretném kifejezni köszönetemet Paks város lakosságának nevében. Nagyon jó az együttműködés a paksi iparos körrel.
évvel, ugye több évvel visszamenőleg mondhatom ezt, nem csak az én polgármesterségem alatt, hanem elmondhatom, hogy az elmúlt években, évtizedben is nagyon jó az együttműködés Paksváros önkormányzata és az iparos kör között. Ugye nagyon sok városi beruházásban, felújításban nagyon fontos szerepet vállalnak az iparosaink, és hát abszolút nem nehéz velük az együttműködés, tényleg nagyon gyümölcsöző az együttműködés, de én azt hiszem, hogyha ez végigmegyünk a városon, akkor az ő keze munkájuk ez meglátszik a városon. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó munkát végeznek mindig. Akkor nagyon sok tehetséges vállalkozó van, és lehetne 10-20-at is választani, de hát csak ennyit lehet, ezért is meg kell küzdeni, mert ugye a tévések már ismerik, hogy itt tolakodik a Bonyháttól, a Dombovártól, a Szekszártól kezdve, és mindenkinek ugye az anyagából választanak, és szerencsére mieink olyanok ismételten, hogy nem fért hozzá kétség, hogy ez a három személy egy országos évvállalkozója és két tolnamegyei évvállalkozója díjat itt ma kiosztanak a paksi vállalkozóknak. Évek óta benne volt, hogy első lesz a Fejé Józsi alias Csuti, mert mindenki így ismeri, és most úgy gondoltam, hogy ezt már nem eresszük tovább, mert egyik, aki legjobban megérdemli Pakson. 110-120-as létszáma dolgozik, és azért az nem mindegy, 20 éve. A másik kettő, két tolnamegyei szintén olyanok, hogy mindegyik különleges szakmában, a horvát, ugye a autófényező, azt mindenki ismeri, hogy Paks és környékén, Dunaújvárostól Szekszárdig, hogy milyen. Majd a Cuslág urat is, aki a fél Paksnak már ő készíti, úgymond a projekteket, és ma ez egy divatos vállalkozás, és a paksi iparos kör javaslatára, kifejezett javaslatára fogadtuk ezt el. 24, van, aki az elmúlt időszakban Pakson díjat nyert, és most az elkövetkező időkben is. Tehát nincs eleresztve a kezük, figyeli az ember, és ugye tavaly mondtam, mikor a MÜPÁ-ba voltunk, hogy jól nézzék meg a paksiak, mikor a dr. Struhár kapta a kitüntetést, és úgy telt el egy év, hogy szinte dübörgött mindenhol az ő neve, tehetséges ember, sokat dolgozik, olyan munkát végez, ami most Paksnak igazán értékes. És így van ez a mostaniakkal is. Büszkék vagyunk rá, hogy ismét iparos körtag kap díjat a megyei gálán. Hát sokat dolgoztak érte, mi őket ajánlottuk, felterjesztettük, a BOSZ átnézte az életpályájukat, és méltónak találták őket arra, hogy elismerésben részesítsék. Most eljöttünk őket megünnepelni, és büszkék vagyunk rá, hogy ismét kettő paksi a megyei díjazott. Ugye Horváth Sanyi személyében az egyik, aki szintén egy nagyon komoly munkát végzett már az életpályája során, nagyon elismert a szakmájában. A másik pedig Cuslag János, ugye, akit nem kell nagyon a paksiaknak bemutatni, mert ha a szoftverről vagy akármilyen informatikai dologról van szó, ő mindenhol ott van, mindenhol segítőkész, és mindenhol számítani lehet rá. Nagyon sok jó munkát és elismert vállalkozó van most már Pakson, és én úgy érzem, hogy ez látszik is a városon, tehát minden nagyon jó minőségű, amit végeznek. És fejlődőképes, mindegyik fejlődni szeretne, még ugye nagyon sok a fiatal, ambiciódus vállalkozó is, és nagyon nehéz választani. Nagyon nagy az összefogás, segítik egymást. Persze mindenki törekszik, hogy ő legyen a jobb, ez egy teljesen természetes dolog, én azt gondolom, de megvan az összefogás, és segítik egymást. Mint a pályázatoknál, mint az eszközökkel, ha valakinek valamire szüksége van, kisegítik egymást a helyiek. Tehát ezt nem szabad mondani, hogy nem. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lett az összefogás. Ennek a díjnak azért nyilván van egy fizikai megtestesítője is, az az oklevél, amit kap az ember, és amikor erre ránéz, bár akár otthon, akár az irodájában, a munkahelyén, akkor mindig egy felelősséget érez, ugyanakkor egy megtiszteltetést és örömöt, amire azt gondolom, hogy mindig úgy kell gondolni, hogy ennek megfelelően menjünk tovább az úton, és tényleg az élet igazolja azt, hogy egyre nagyobb feladatokkal állunk szembe,
ezen az úton, és ennek, ezeknek a feladatoknak igyekszem azóta is megfelelni, hát remélem, hogy sikerül is. A magánéletemben minden díjazott rászolgált arra, hogy ma itt volt, és olyan díjakat vehettek át, mint amiket korábban mi is, vagy már nagyon sok paksi vállalkozó, és azt gondolom, hogy egész Paks büszke lehet arra, hogy ilyen vállalkozások tudnak felnőni. Komoly hozzáadott értéket teremtő vállalkozásokat láttunk ma is, vagy tényleg egy egész életnek a munkáját elismerő díjazottakat láttunk. A VOSZ most is bebizonyított, én azt gondolom, és azok a személyek is, akik megválasztották a díjazottakat, hogy igenis érték alapján választanak, és minden egyes díj jó helyre kerül. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért ugyancsak elismerést vehetett át Vizdár Lőci Gizella, az Esőmanók Tolna megyei autistákért egyesület vezetőségi tagja, és Korcsmár István, az Aliszkabau építőipari ZRT vezérigazgatója. Az országos évvállalkozója díj megyei jelöltjeit szintén köszöntötték az est folyamán, így többek közt a paksi Fejli Józsefet, a Beonat BT tulajdonosát is színpadra szólították. Az országos ünnepséget Budapesten a Művészetek Palotájában december 7-én rendezik.